Szeretném megköszönni mindannyiunk nevében a Mária Pocsi asszonykórusnak a kedves kis műsorát, felkészítőjüknek, Huzogányné Vona Évának az előkészítést. Bízom benne, hogy még nagyon sokszor fogjuk őket hallani. Kedves vendégeink, nagyon neves dátumra ébredtünk tulajdonképpen december 1-én, hisz várassá válásunknak 5. évfordulóját köszönhettük. Ma ebből az alkalomból rövid ünnepség sorozattal készültünk, és ennek ez a kiállítás, amit most szeretnénk önöknek bemutatni, egyik nagyon fontos része. Tisztelettel köszöntöm mindannyiunk nevében dr. Ratkó Lújza, néprajzkutatóst és kedves édesanyját, és megkérem a kiállítás megnyitására. Kedves vendégek, kedves Mária Pócsia! Az utóbbi években néprajzi kutatásaim során igen sokat jártam nyírségi falvakba, méghozzá a valamikori régen elhagyott hagyományos népviseletek után kutattam. Kérdezgettem idős bácsikat, nénéket, hogy milyen ruhákban is jártak ők valamikor, milyen viseletekben jártak az ő szüleik, nagyszüleik még a század elején. Egy ilyen alkalommal a 91 éves Geszterédi Keserű János bácsi a következőképpen fogalmazta meg azt, hogy az ő legénykorában a század elején mi is volt az öltözködés lényege.
Hát ugye a fiúk mindig fiúk voltak, a jányok meg jányok. Hát aztán a jányok azért öltöztek, hogy tetszenek a fiúknak, a fiúk meg aztán ezen legeltették a szemüket, aztán úgy szerették meg a jányokat. Bár manapság már egészen máshol legeltetik a fiúk a szemüket, mint a század elején legények, ez alapján, a megfogalmazás alapján mégis gondolhatnánk úgy, hogy a népi kultúra hagyományos öltözködési rendje és a modern öltözködési kultúra között nincsen lényegi különbség. Hiszen ma is azért szeretnek öltözni a nők, azért öltöznek divatosan, hogy tetszenek a férfiaknak. Elég azonban egyetlen pillantást vetnünk az itt kiállított viseletekre ahhoz, hogy lényeges különbségeket fedezzünk fel a hagyományos és a modern ruházkodás között. Ami mindjárt első ránézésre szemünkbe tűnik, az a szépség és a szépségre való törekvés. Egyértelműen kiderül, hogy ezeknek a ruhadaraboknak a készítői arra törekedtek, hogy szépet alkossanak. Arra törekedtek, hogy a falujukban szokásos, vagy a vidékükön hagyományos viselet kultúrának megfelelően olyan színeket válogassanak össze, az ott élő hagyományos motívumkészletből olyan motívumokat hímezzenek fel a ruhadarabokra, hogy beleillően a hagyományos viseletkultúrába egyedit, saját ízlésüknek megfelelőt hozzanak létre. A modern világból azt hiszem ez az, ami a leginkább hiányzik. Nagyon sokféle szempont felmerül a mai öltözködésben, a kényelemtől, a praktikusságtól kezdve, egészen a különcködésig vagy az extrém viseletdarabok viseléséig elmenőleg. Ami a leginkább hiányzik, azt hiszem mai viseletőinkből, mai ruházkodásunkból, az éppen a szépségre való törekvés. A másik lényeges különbség a modern és a hagyományos öltözködés között az éppen abból fakad, hogy ezeket a ruhákat kézi munkával hozták létre. Ebből következik, hogy az a hagyományos világban, a paraszti világban az ember és a ruházata közötti viszony egészen más volt, mint a mai világban. Azt hiszem, ez elég könnyű felfogni és végig gondolni, hogy egészen más érzés egy olyan ruhát felvenni, egy olyan ruhát viselni, amit én magam készítettem, saját kezűleg hímeztem, vagy szőttem a vásznat, vagy pedig édesanyám, vagy az én nagyanyám készítette, és rám hagyományozódott, rám öröklődött. Tehát ilyen módon az családom kézjegyét is magán viseli, mint a mai világban, amikor az ember készen a boltban, és igazából semmiféle érzelmi köze, érzelmi viszonyulása nincsen az így felvett ruhadarabokhoz. Tehát a modern ember életéből már hiányzik az a fajta bensőséges viszonyulás a ruhájához, ami a régi világban még megvolt. A régi, a paraszti világban, ha felöltötte egy leány vagy egy asszony azt a ruhát, ami ráhagyományozódott, vagy amit ő készített, akkor egyrészt büszke volt arra, hogy ilyen szépet tudott ő vagy a családja létrehozni, másrészt pedig tudta, hogy milyen munka van mögötte. Tudta, hogy két keze munkájával készítette vagy ő, vagy a szülei, nagyszülei. A másik nagyon lényeges, amit szintén láthatunk ezeken a viseleteken, egészen másfajta formájában, mint a mai ruháknak. Nyilván a mai világban sokan kényelmesen szeretünk öltözködni, ami egy egész másfajta mozgást, járásmódot hoz von maga után, mint ezek a ruhák. Ezek az ingszabások, amiket itt látunk, vagy ezek a bőszoknyák, amiket itt látunk, teljesen másfajta tartást és járásmódot igényeltek, mint a mai ruházat. Mire is gondolok? Ezek a régi ingek olyan módon voltak szabva, hogy önkéntelenül és kénytelenül is ki kellett magát húzni benne a leánynak, vagy az asszonynak. Tehát ez az összeesett görbe tartás, ez elképzelhetetlen volt ilyen öltözéket felvéve. Ugyanígy ezek a nagyszoknyák igényelték is, meg magukkal, meg tulajdonképpen a falusi hagyományok szerint is azt vonták maguk után, hogy egy ringó járást produkáljon a leány. Erről egy érdekes Matyó történetet ismerek. A Matyó leány, mikor több órás munkával elkészült a templomba, szépen felöltöztette az anyja, utána odaszólt az édesanyjának, hogy indítson el édesanyám. Ez pedig azt jelentette, hogy a hosszú Matyó szoknya, ami jó bő is volt ráadásul, annak az alját így megcsapta az édesanyja, és ő felvéve a szoknya ringásának a ritmusát elindult, és ezt a ritmust tartva vonult fel szépen a templomba. Vagy mondhatok egy másik példát az ajaki leányokról, akiknek a viseletét itt majd láthatják is.
Ajakon, de sok más faluban is sajátos járástechnika alakult ki azért, hogy ezek a nagy szoknyák szépen ringjanak a lányok farán, a legények nagy gyönyörűségére. Aprókat kellett végkedni, és úgy ringatni a szoknyát, hogy az tetszen mindenkinek. Ami szintén leolvasható ezekből a viseletekből, és egy kis gondolkodással, utána gondolással kikövetkeztethető, hogy ezeket nem lehet sietve és kapkodva fölvenni. Nem lehet olyan módon felöltözni, felölteni őket, mint ahogy ma reggel ugye munkába sietve mindenki, nem ma, hanem hétköznapjainkon, reggel fölkapkodva a nadrágot és pulóvert, rohan mindenki szalad munkába. Ezeket nem lehet így felvenni. Nem csak azért, mert sokkal több ruhadarab van, mint amit ma viselünk, hanem azért sem, mert a régi falusi életben a falunak íratlan szabályai voltak, olyan elvárásai voltak az öltözködéssel kapcsolatban, amik ma már sokkal kevésbé vannak meg, vagy egyáltalán nincsenek meg. Azt értem ez alatt, hogy a falu íratlan rendszabályai, amik szigorúak voltak, megszabták azt és szabályozták azt, hogy mit illik felvenni hétköznapra, mit kell felvenni ünnepre, ünnep első és második napján különbözhetett a viselet. Voltak félünnepős ruhák, templomba járó ruhák, tehát a falu elvárásai megszabták, hogy milyen ruhát illik arra a bizonyos napra fölvenni, hogyan kell azt az öltözéket viselni, hogyan kell benne járni. Tehát sokkal kiterjedtebb volt a szabályozása az öltözködési kultúrának, mint manapság. Erről egy élményemet hadd mondjam el, a 80-as évek második felében a mezőségi, tehát erdélyi székvárosában töltöttem egy húsvétot. És ott volt alkalmam megtapasztalni, hogy egy családnál voltam, ugye, ott tapasztaltam, hogy a leánykát az édesanyja 2,5 órán keresztül öltöztette a templomba. Ez a székviselet egyébként, a leányviselet egy kicsit eltérő, tehát 2,5 órán keresztül készítette elő úgy a leányát, hogy az a falu elvárásainak megfelelően teljes pompájában és díszében vonulhasson fel a templomba. Tehát az öltözködés ebben a régi világban, különösen ünnepek idején szertartás volt. Manapság ez furcsa a mi fülünknek, ma ez teljesen hiányzik a mi életünkből, hogy az öltözködés, vagy akár az evés, ami régen szintén szertartás volt, hogy nálunk ilyesmi felmerüljön. Mai világunkban ez már ismeretlen. A szertartásossághoz az is hozzátartozott, mint említettem az ünnepeknél, hogy a régi világban a hétköznapok és az ünnepek élesen elkülönültek. Mai világunkban ezek gyakorlatilag összefolynak. A dolgos hétköznapokból az ünnepek megszentelt ideje az magasan kiemelkedett. A régi ember átélte az ünnepeit, és a viseleteiben is tükröződött az, hogy most ünnepre készül. Lelkében is, és öltözékében is, külsőségeiben is. Szintén nem tudjuk ma már, de ezek a viseletek valamikor fontos információk hordozói voltak, hogy modern nyelven szóljak. Az egyik dolog, amit talán evidensnek vagy kicsit nevetségesnek hallunk, ha azt mondom, hogy ezek a viseletek egyértelműen tükrözték azt, hogy a viselője az férfi-e vagy nő. Manapság ugyanis csak az öltözék alapján sokszor nem lehet eldönteni, hogy az illető az férfi vagy nő-e. Gondoljunk arra, hogy egy hosszúhajú, nadrágos, pulóveres fiatal hátulról látok, nem tudom eldönteni, hogy fiú-e vagy lány, mert lehet akár fiú, akár lány. Ezek a régi öltözékek hangsúlyozták a nemi jellegzetességet. Természetesen a paraszti szépségideálnak megfelelően, ami a karcsú derekat és a széles part, a nagy feneket jelentette, ezt hangsúlyozta ki a régi női öltözék, és a férfi öltözék az megint csak férfias volt, karakteresen férfias. Mai világban azt hiszem, ezek összemosódnak ezek a határok az öltözködésben. A hagyományos paraszti világban a férfi nem akart nő lenni, és a nő nem akart férfi lenni, mint ahogy manapság már előfordulnak ilyesmit. Aztán ezek a viseletek, ezekről le lehetett olvasni az illetőnek, a viselőjének a korát, és a családi állapotát is. Méghozzá úgy, hogy a legélénkebb színű, legszínesebb, legdíszesebb viseleteket mindig a fiatalok hordták. Amikor egy leány férhez ment, akkor lekerültek a viseletéről azok a díszek, amit csak a leány illették meg. Tehát nem viselhette szép hosszú vajfonatát, azt konyba kellett föltekernie, és lekerült a fejéről a szüzességét jelképező párta is, és helyét a kendő váltotta fel, ami az asszonyiságát jelképezte.
Ugyanígy, ahogy a korában, ahogy haladt előre a korban, egyre idősödött, egyre sötétebbé vált a viselete. Az idősebb asszonyok nem hordhattak színes, élénkszínű viseleteket, hanem egyre sötétebb és egyre dísztelenebb ruhákat hordtak. Az öregek pedig a koruknak megfelelően már csak feketében jártak. Ugyanígy a viselet a vagyoni helyzetet, sőt társadalmi helyzetet is jelezhette. Méghozzá olyan módon, ez egyébként ma is megvan, akinek több rendruhája volt, gazdagabb, módosabb gazdaként meg tudta venni a lányának, vagy magának is a drága anyagokat, díszítettebben tudta elkészíteni a viselet darabokat, az nyilván látszotta az öltözködéséről, viseletéről is, hogy itt egy módos gazdalányról van-e szó, vagy pedig egy szegény cselédlányról. A modern ember már nem ismeri ezt a hagyományos paraszti kultúrát, és nem tud olvasni az üzeneteiből. Nem érti azokat a jeleket és szimbólumokat, amiket a népviselet hordoz magán, vagy a különböző díszítőművészeti, népművészeti tárgyak hordoznak magukon. Úgy is mondhatnám, hogy a modern ember szeme vak lett, és a füle süket lett arra a világra, amit a népi kultúra képvisel. Pedig a hagyományos életmód és a népi kultúrában rejlő évszázados tudásanyag, tapasztalat és bölcsesség nagyon fontos tanulságokkal szolgálhatna a modern ember számára is. Kérem, hogy ezeknek a gondolatoknak a jegyében tekintsék meg ezt a kiállítást, és ne feledkezzenek meg a későbbiekben sem arról, hogy ezek a viseletek, illetve a múzeumokban őrzött népi tárgyak szépségük és esztétikai értékeik mellett és mögött jóval mélyebb értékeket is hordoznak. Köszönöm szépen! Akit érdekel, félképet is lehet látni. Köszönjük szépen is!
Hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté Evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk, mondá az Úr, ti vagytok a föld sója, ha a só ízét vesztik, ugyan mivel sózzák meg, nem való már egyébre, mint hogy kidobja és széttapossa az ember. Ti vagytok a világ világossága, a hegyre épült város el nem rejthető, és ha világosságot gyújtanak, nem teszik véka alá, hanem a tartóra, hogy világítson a ház minden lakójának. Így világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és magasztalják mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem hogy tökéletessé tegyem. Bizony-bizony mondom nektek, míg ég és föld fennáll, egy ibetű vagy egy veszőcske sem marad el a törvényből, hanem beteljesedik az egész. Aki tehát csak egyet hagy is el, e legkisebb parancsolatok közül, és így tanítja az embereket, az igen kicsi lesz a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja azokat, nagy lesz mennyek országában. Előtted dicsőítünk téged jó téteményeidért, melyeknek
legyen kedves az elhallgatásunk, legyünk uralkodott, dicsőséget, mességet, kegyelmes áldozatodáira minden időben őt értalmadat, és különbözségedet, ne sajj effekt egy hárat, és ebben városa látott és látott az ellenségek mindenkor a szármányától, ajándék az ideinek, nyugodj kicsitet, mindenki gyöldött a szó életet, és az összes egényekben sikeresebb ümenetel, érünk téged, legkegyelmesebb király, Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földön, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Istennek egyszülött fiában, ki az Atyában, örökölt az összeget, világos Thank you.
Illeti ajkaitokat, elveszik gonoszságtokat, és bűneitektől megtisztultok. Üdvözítsd Isten a te népedet, és áld meg örökségedet!
benned bízókkal, üdvözd is népedet és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szentel meg azokat, kik hátad ékességét szeretik, de viszont dicsőítsd meg őket Isteni erőddel is, ne adj el őket, mint benned bízunk. Ajánd őkhoz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, szeretett magyar hazának is minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled a világosság atyától. És téged dicsőítünk, imádunk is, téged hálát adunk, Atya is, Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Városi képviselők, családtagjainkkal, polgármester urak, polgármester asszonyok, Mária Kócsiak. Háladásra jöttünk össze az esztendő számomra a második legkedvesebb estéjén, mert ki mondja azt, hogy a karácsonynál van kedvesebb esténk, de a Mikulás estéje, december 5-e estéje, azt hiszem, sokunknak közel áll szívéhez. Azt hirdeti ez a kis előkarácsony, a szeretetnek ez az előünnepe, hogy így kell szeretnünk egymást. Az első gondolatunk hogy legyen a köszöneté, hogy a téli rossz idő ellenére sokan eljöttek, hogy velünk együtt ünnepeljenek. A hó, a járhatatlan utak nem akadályok. A Mikulás sem akadályozza meg, hogy sebes szánnyán mindenhova elvigye szeretetünknek a jelét, és a ti jelenlétetek azt hirdeti, hogy fontos ennek a kis városkának az ünnepe. Félreteszem a családi kötöttséget és az otthoni ünneplést a meleg meghitt szobába, és eljövök Pócsra. 5 éve nyilvánították újból várossá településünket, korábban évszázadokkal ezelőtt mezővárosi rangban büszkélkedhetett, és pont most hagyd szóljak egy pár szót Szent Miklósról, hogyha most az ő előestéjén vagyunk, hogy a városi képviselők, az országgyűlési képviselők, a megyei képviselők egy kicsit olyanok, mint a családfő, olyanok, mint Miklós. A 4 alapkép, amely a görögkatolikus ikonosztázionokat ékesíti, valamint nagyon fontosat akar üzenni évszázadok távlatából. A legfontosabb Krisztus alakja nyitott evangéliumos könyvben, és nagyon nagy tisztelettel vesszük körül az Isten szülő képét, különösen itt Mária Kócson, amely a királyajtó másik oldalán van, hiszen a régi kis fatemplomban, az ikonosztázionon ez az Isten szülő ikon hullatta könnyét. És ennek a másolata van itt elhelyezve, amely 2000 könnyezett 1715-ben és 1905-ben. De ugyanígy nagyon fontos, egyházunkban kiemelt helyet foglal el Szent Miklós alakja. Az eszményi vezető, a felelős vezető, aki a közösséget összefogja, az eszményi püspök. Mi ennek akarja, mi ennek látja az egyház keleti fele az eszményi püspököt, mint amilyen Szent Miklós volt. A hitben példaképünk és a jó cselekedetekben útmutatónk. Példaképünk a hitben, azt mondjuk a hitnek a szabálya, mint egy mértéke, zsinór mértéke, amihez magunkat tarthatjuk. Hagyomány szerint, mert az élete a sok legenda miatt a történelemben egy kicsit nehezen nyomon követhető,
Kis-Ázsiában született, és a keresztény üldözések elején, 300 év elején lett Műra városának püspöke, és gazdag család egyedüli gyerekeként nagy vagyont örökölt, vagyonát nem a saját élvezeteire költötte, hanem szétosztotta a közössége javára. Ő az, akiről tucatnyi legenda van, hogy a rászorulókon hogy segít. Oda megy a édesapa mellé, aki három gyermekét rossz házba akarta adni, hogy ne halljanak éhen, és akkor minden este legenda szerint egy-egy zacskó aranyat bedobott, hogy mind a három lányt férjhez tudják adni. Amikor a csendes tengeren elinduló hajósok nem gondolták, hogy nagy viharba keverednek, azt látták, hogy egy szakállas ember, egy idős ember fent a hajó vitorláit igazgatja, szabályozza, és a vihar ellenére a hajó békés kikötőt ér, és hogy bemennek a kikötő templomocskájába, hát ugyanazt a papot látják az oltár körül szolgálni, aki nekik megigazította a vitorla köteleit. A legendákat sorolni lehetne a hajózóknak, az utazóknak, a távol lévőknek, az úton lévőknek, kereskedőknek, védőszentje, kereskedővárosokban. Oda jutottunk, hogy már Amerikában karácsonykor is a Mikulás jön. Tehát sokan, akiknek nyugös karácsonykor Krisztus megtestesülését ünnepelni, akkor ennek a humánus, emberséges embernek, püspöknek az alapját veszik elő, és az ajándékozó szeretetnek a példaképét látják benne. De mi nem feledkezünk el arról, hogy csodálatos az Isten az ő szenteiben. Számunkra Miklós is Krisztus jóságát, ember szeretetét sugározza. Kicsit megdöbbentem, amikor a csernobili filmben, amikor felszólították a lakosságot, hogy 5 percen belül hagyják el a lakásokat, és a legszükségesebbeket vegyék magukhoz, akkor a riporter mutatta a kétségbe esett falusi asszonyokat, amint szedik össze a legszükségesebbeket, amit ott hagynak a házukból, ott hagyják le, amit szükséges viszik, és akkor fordítják az ukrán szöveget, hogy Jézusom segíts, Mária segíts, Szent Miklós könyörögj érettünk. Mondom, ez nem túlzás Krisztust és Miklóst együtt emlegetni. Ő egy olyan alakja, olyan szentje volt az egyháznak, aki a lényeget értette meg Krisztus tanításából, Krisztus evangéliumából. Odaadni az életemet másoknak, szolgálatommal, vagyonommal, tehetségemmel, szolgálni a közösséget, Isten dicsőségét elmozdítani. Amikor városunk előjáróit, a megyevezetőit, országos képviselőket köszöntünk közös ünnepünkön, akkor megköszönjük a jó Istennek, amit az elmúlt években kaptunk. És azt kérjük, hogy legyen bennünk az a felelősség, az a bizonyosság, ami Miklóst eltöltötte. Sátorai Újhelyen tataroztuk a templomot, és a templom északi falán egy kis ablakot találtunk, ami be volt falazva. Kiszedtük, és már néhány nap múlva Iradó is mutatta, hogy egy 300 éves falfestményt találtunk. Szent Miklóst ábrázolta, ahogy egyik kezében az evangéliumos könyvet tartja, Krisztus nyújtja neki, a másik oldalán pedig Szűz Mária az omofort, a püspöri kis szolgálatnak a jelképét nyújtja. Miklósnak is csak úgy kívülről tűnik olyan simának az élete. Amikor az ariánusok lettek többségben, akkor neki is el kellett Műrából menekülnie. Sokakat az egyházközségből megcsonkítottak,
a keresztény üldözések kapcsán, és amikor véget ért az áriánus korszak, akkor visszatérhetett Mürába, és a nehéz időkben azokat, akiket erősített szavával, példájával, segítségével, újból hálaadó, dicsőítő Isten tiszteletet mutattak be a templomban. A hagyomány szerint 340 körül halt meg. A mi korunk sem könnyű. A mai kornak, a mai kihívásoknak nekünk kell megfelelni. Miklós idején eretnekségnek és pogánságnak nevezték azt, amivel neki meg kellett küzdenie. És vajon a mi szívünket nem érik el azok a hullámok, amelyek elfordítanának bennünket Krisztus szeretetétől? Adja Isten, hogy családjaiban megújulva városunk a következő évtizedekben is az idejövőknek biztos ünneplő napja legyen. Mert ide Mária Kulcsra az esztendő sok napján keresztül olyanok jönnek, akik ünneplőbe öltöztetik a szívüket, hogy szűzanyát, az Úr Jézus Krisztust köszöntsék. Tudjuk mi úgy megfogni egymás kezét, a város vezetői és az itt lakók, hogy közben mindig Krisztusra tekintünk, hogyha elfeledkezünk a magunk érdekéről, hanem azt keressük, ami a közösségnek jó, akkor valóban innen lelkileg gazdagodva, megújulva fognak elmenni az arándokló sokaságai, akik ide minden esztendőben jönnek. Bölcsesség! Ki a kerülnál tiszteletes a szájában, a szájában, a szájában, a Műrai Szent Miklós tudat élő püspöknek, kinek emlékét tiszteljük, aranyszájú Szent János Konstantinápoly főpüspökének és minden szenteinek esedezése által. Könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jó sános és ember szerető. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké.
Ma Máriától jönnek a szívek. Ma Máriaként minden durva lett. Szívemben sír a Pócsi Mária egy összes emlékes képen. Ó, Mária! Mindig új-új csapat énekel a poros, tarjult mezőkön. Ezek hozzák magukkal a hitet, s porfelhűben fölöttük ezeket. Ó, Mária! Pócson is lakozó Regina Vita és magunk élet. Itt érmény szenten útra készülő, ma csúrnapon veled ad beszélek. Egy idő óta megnőtt a szívem, s a szép bűnöktől keserve sem tiszta. S most hirtelen csak tégedet keresek szűzetlen és bűnös kávista. Tegnap volt az olán nálam. Tegnap temettem minden életemet, s ma jönnek a pócsi búcsúsok, s ma táncolnak a kicsi nyolc hajnak. Hogy ki vagyok, ma kezdem sejteni. Rossz ébredő és sokat próbált jövő. Az életnek rosszul nősült veje, vallástalan és nőtlen. Ma kell kinyúzni a szomorú tört, melyet az élet szívembe belül. Ma felejtek el minden igazat, s ma bocsátok el minden régényeket. Ma tudom, hogy csak Mária maradt. Szívemet most már csak Mária lássa. S e Mária nem régi fancsai, de mindennek egyesítő nagy mása. Mária a nagy fehér jégtorony, Mária a zászlóknak szent zászlója. Mária a mennyei vagy, ha vágtatván visszaköszön. Ó, Mária, hallva, gilling galló, ó, Mária, és mégis ez a minden. Ma érkeznek Pócsról a búcsúsok, s processziunk én rossz idegenben. Ó, Mária, ma már azt üzenem azoknak, akik halálomra esnek, úgy kívánja a Pócsi Mária, maga maradjak meg magamhoz érdemesnek. Ma egyszerű emberi fogom. Ma már tudom, hogy nem nagy csoda élni. Egy Mária, még hogyha Pócsi is, pogányokkal is tudhat jól beszélni. Mikor már minden vidúr elszakadt, s az emberben a barátja se hisz már. Jön Mária, s Pócsról a búcsúsok, jön a szívünk, múltunk és játszunk hisz már. Ma már hiszem, nagy döntés vár rá. Legyőzni mindent, mi ellenünk támad. Mutatni egy példátlan életet, s nem bocsátni el az én Máriát. Ó, Mária, ma úgy zeng a szívem, mint szűznyűvő bátor diákonokon. Akkor lehet akárki is vitéz, ha a hite és már minden van. Most érkeznek a pócsi búcsúsok, szíven s őszi száz diák lehetnek. Élünk ének, ősz Mária, lesz Mária, és életem is lesz még. Ó, Mária, jön a te életed. Hozzád messze szilárdfalvi olákok. Most jönnek már az éles babonák, most jönnek az igazán kimorák. Ó, Mária, most jön a hazudó, igazi és halálkoncsoló élet. Ó, Mária, élet, lép. Áldassák, hogy ma találkozunk vele. Kedves vendégeim, Mária Pócsia! Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra 1993. december 1-e. A városávállás időpontja. Fontos, hogy a mindennapi munka, tenni akarás, feladat végrehajtás során örömünket is kifejezzük. Erre alkalmas a mai este is. Kicsit szomorú vagyok, de mégis örülök a mai napnak. Szomorú, mert annyira vártunk a településünk, hogy ismét találkozhasson dr. Boros Péter úrral, volt miniszterelnökkel, aki rangjával, emberi méltóságával
igaz szeretettel hozta el Mária Pozsnak a városrá nyilvánításról szóló oklevelet, az országgyűlés a kormány jó kívánságait. Sajnos az időjárás ezt ma nem tette lehetővé. Ezentúl örülök a napnak, ennek az igazán fontos dátumnak, és annak, hogy ez a mástáj, ez a téli hóesés szépségeit is megtapasztalhatják a kedves vendégeink és a Mária Pócsiak, akik eljöttek ma ide. Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében nagy tisztelettel és őszinte elismeréssel köszöntsem dr. Hermeci László országgyűlési képviselőt, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés alelnökét, a Fidesz Magyar Polgári Párt megyei elnökét. Köszöntsem dr. Bodnár Sándort, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés alelnökét. Köszöntsem dr. Simon Miklós, Kozma Péter országgyűlési képviselő urakat. Dr. Fekete Zoltán, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közigazgatási hivatal vezetőjét. Petrócki Ferencet, a Magyar Demokrata Fórum Szabolcs-Szatmár Bereg megye elnökét, Nyír Bátor város polgármesterét. Köszöntsem Pataki László Pócsveti település polgármesterét, Vas Mihály Ófehértó település polgármesterét, Kánya Zoltán őrsparancsnokot, dr. Mandula József körzeti állatorvost, köszöntsem dr. Mosolygó Marcell parókus urat. Kedves vendégeink, tisztelt Mária Pócsiak! Engedjék meg, hogy felkérjem dr. Hermeci László urat az ünnepi köszöntőjének megtartására. Célszerű, érdemes a múltjáról is tartani. Azt gondolom, hogy ismerve mindenki számára, hogy szinte a honfoglalással egyébként ez a település, az 1300-as években már jegyzik Mária Pócsot, és az 1600-as évek végén pedig már kegyhegyé jegyzik Mária Pócsot. Azt hiszem, közel áll az igazsághoz, azt mondom, hogy Európa szerte, az Magyarország egyik legismertebb búcsúzós helyén vagyunk, és van valami irányítató abban, hogy itt ebben a bazilikában ünnepelünk egy valójában önkormányzati államünnepet. Abban a bazilikában, amelyet egyébként éppen 50 éve bazilikára avatott 12. Piuszpál. Van annak is mindenképpen jelentősége, hogy hogyan lett és mikor lett főleg város Mária Pócs. Messze földön híresnek hely volt Mária Pócs már évszázadokkal ezelőtt is, azonban nem szabad arról megfeledkezni, hogy ahhoz egy rendszerváltásnak kellett bekövetkeznie, hogy az egyébként nem kívánatos bigott faluból város lett. Közelmúltban került a kezembe egy érdekes levéltári dokumentum, szinte hihetetlen volt, olvastam, kétszer sem olvastam, megnéztem a tárgynak, hihetetlen volt találtam. Az 1950-es évek végén, 50-es évek elejéről szólt a dokumentum, és egy egykori ügynöknek a jelentése volt. Kérdezzük, hogy amikor önök itt imádkoztak, ünnepeltek, búcsúba jöttek, akkor
Az önök szomszéd községe volt a bűnös falu, ugye, a Pocsperki, a szintén nem kívánatos falu, ismernek a történetét, történelmi, személyes kötődéseink is vannak ebben a dologban, ahol az iskolák államosítása miatt kiképzések is történt. Tehát semmiképpen nem volt kívánatos Mária Bósnak a fejlesztése az elmúlt időszakban. Ha a körülterültenek, akkor azt fogják látni, hogy minőségi változás következett a rendszerváltás követően. Az, hogy 1993. december 1-én úgy határozott a Magyar Köztársaság országgyűlés, hogy várossági irányítja ezt a akkor nagy községet, az egy jogi aktus. Ettől a naptól város lett Mária Bósnak is. De ahhoz, hogy várossági irányítassák, ahhoz szükséges volt, hogy egy olyan fejlődésen menjen keresztül, amely azt gondolom, hogy önöknek, akik itt élnek, itt éltek már a szüleik, nagyszülők is, nagyon jól tudják, hogy nem véletlenül történt, hanem egészen tudatosan kezdett el fejlődni ez a falu. A történelmi adottságai, az, hogy búcsú is kell hely volt, és nem utolsó sorban meggyőződésnek, hogy Szentete látogatása is tulajdonképpen elősegítette ezt a folyamatot. Beszélgettem a polgármester asszonnyal a beszéd előtt, és néhány dolgot fejlesztem, mert olyan fejlődésre ment keresztül ezt a falu, amit nem biztos, hogy fejlődésre tudtam volna jegyezni. Néhány dolgot megjelentették. Kiépült a településre a kászhálózat, telefon, rendőrös, szabadidő, összekötő utak, Szilágyi Miklós utak, itt Merváltányi pillanatban én gyalog, számtalan szülöttem már káros előbb gyerek, meg már még később felnőttként is jár, mivel itt Mária Kocsa az bejelző egyetlen szál útja volt, ami közös út volt, most ha körülnézünk az utolom, hogy egészen jól láthatom fejlődést. Korszörös út volt önök még a villanyhálózat, megerősödni látszanak a kisvállalkozások, hatósági munka térségi szerepet kapott, a kis térségi településekkel kiváló kapcsolat alakult, és azt gondolom, hogy amikor a polgármester azt mondja, hogy nem rivalizálás, hanem kölcsönös együttműködés folyik itt a kis térségben, akkor a valóságot mondja. Természetesen országnak, nem a csüskében még nagyon-nagyon sok minden meg kellene valósítani. Ehhez az anyagi lehetőséget ismerve a országállapotát 1990 és az azóta történik fejlődés. Nyilvánvalóan szerint. Én azt gondolom, hogy Mária Bócs városnak a szorgalmas, tisztességes, dolgos lakossága, munkázzal a hozzáállása. Jó reményt ad ahhoz, hogy az önök városa tovább fejlődjön. Ehhez kívánok én önöknek jó egészséget, és a karácsonyt előtt vagyunk. Békés boldog karácsony.
Apucsi szép templomban, thank you.